Igen, Józsival teljesen egyet kell értenem, önvédelemre van szükségünk. Ugye tegnap, aki ott volt, be is jelentettük az önvédelmi csoportok megalakulását, ezt fogom javasolni a mai UVT-re is, lépjünk fel határozottan. Ugye Józsi azt mondta, hogy hát ha meghallgatják Ausztriában, nagyon ő se bízik benne, de mindenképpen próbáljuk meg. Én azt gondolom, hogy valószínűleg, amik így mondjuk szépen, nem fogják meghallgatni, mert ha meg akarták volna hallani, már meghallották volna. Ma épp a Pestvidéki Nyomozó Ügyészségen voltam, különböző ügyeimmel kapcsolatban, ahol vizsgálnak egy panaszomat, és ott is kifejtettem, hogy én ragaszkodom ahhoz, hogyha nekünk már be kell törni egy bankirakatot, vagy erőszakosan kell fellépnünk anyagi kárt okozva, akkor mi semmi más nem teszünk, mint közérdekű bejelentést végzünk. Olyan bejelentést, amit végre meghallanak. Meghallanak a médiák, meghallanak a hatóságok, meghallanak a mocskok, meghallanak, ugye itt a bankokra gondolok, és meghallanak adott esetben a nagykövetségek is. Közérdekű bejelentést végzünk olyankor, mert másképp nem hallják ezt meg. Osztrák bankok, mi is érintve vagyunk az egyik által, ez a Sopronban, Burgenland. Nem tudom, hogy hányan vagyunk osztrák bankok által érintve itt most közöttünk. Hát az a 50-60% ugye teljesen reprezentatív a felmérés, ma is bebizonyosodott, hogy ennyi által vagyunk érintve. Egy picit az ő nyelvükön, hogy megértsék, összefoglalnám, hogy mit műveltek itt nálunk. Amikor idejöttek és édesgettek minket, a mi bankunknak például az volt a szlogenje a Sopron Banknak, hogy a bizalom még a pénznél is fontosabb. És mi azt mondtuk nekik, hogy szívélyesen üdvözlünk Magyarországon, grüß Gott, hiszen végre valaki idejön és azt mondja, hogy a bizalom nagyon fontos. Aztán eltelt néhány év, és azt kérdeztük, hogy was ist los? Mi a lószar van? Nem értettük. Aztán felébredtünk és azt mondtuk nekik, hogy scheisse. Igaz? Ja. És most meg azt mondjuk, hogy takarodjatok a jó büdös francba, ezt nem tudom másképp mondani, mint gén, szurik, vissza Ausztriába, vagy ahonnan jöttetek mocskok, mert ez a dolguk, nekünk ezeket ki kell innen paterolni. Azt szeretném megkérdezni, hogy mikor vette észre egy osztrák ember, hogy én elmentem, nekem megtetszett a hegyük, mert nagyon szeretek síelni, és áthúztam Magyarországra. Volt ilyen? Ezeknek megtetszettek a házai, és el akarják vinni. Megtetszettek a földjeink, Zalában András tudja, és folyik éppen egy felmérés, hogy már mennyi földet megvettek zsebszerződéssel. Elhozom én az ősi felvonójukat? Dehogy hozom. Nem hozom el. De akkor ők se vigyenek el innen semmit. Mert ez Magyarország, ez Magyarországé, és örüljenek neki, hogy itt lehetnek, hogy szívélyesen fogadjuk őket, de tartsák be a mi törvényeinket, semmi más nem kérünk. A magyar törvényeket tartsuk be, és az állampolgároknak legyen legalább annyi joga, mint a bankoknak. És ezt ki fogjuk követelni, és minden eszközt meg fogunk erre ragadni a továbbiakban is, pont ugyanúgy, ahogy ezt eddig tettük. Hajrá!